a divat világában jártasok bizonyára figyelemmel kísérték a budapesti Fashion Week programjait, ahol elsősorban a közép-európai divattervezők munkáit igyekeznek bemutatni. Az április 19-e és 20-a között rendezett eseményen a Claudio Dessi is képviseltette magát. Rácz Rozália kreatív tervezővel beszélgetünk a divat bemutatón szerzett tapasztalatairól. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Jó estét, szeretettel köszöntök. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy kicsit fáj a torkom, ezért elnézést kérek, de remélem, hogy nem kellemetlen, de hát ezt nem tudja az ember, hogy mikor van adásban, és mikor, hogy ami történik az életben. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Először is arra lennék kíváncsi, hogy egyáltalán milyen kollekcióval vettél részt ezen az eseményen? Hát a Claudio Dessi életét, úgymond az egész kollekciót az én tervezésem irányítja. A kollekció, amit most a 2023-as tavaszi-nyári trendekre építettem, az a harsányság, a merészség, a lendület, az erős színek, és mindenképpen követi a világtrendeket valahol, mert hisz egy tervezőnek képbe kell lenni az anyagok, a színek, a különböző motivációk felhasználásában. Azt gondolom, hogy egy nagyon lendületes, nagyon színes kollekcióval debütált a márka, meg hát jó magam is, azt gondolom, hogy a pink, a neon színek, a sejmek, a finom kelmék, én is egy Fashion Week-es ruhát viselek, ha szabad ezt így mondanom. Gyakorlatilag a monogramok, ami a védjegye a márkának, hát két hónapos munka után azt gondolom, hogy nagyon-nagyon frappáns, nagyon jó kollekciót sikerült összeállítanom. Mennyi tapasztalatot szerzel egyébként egy ilyen rendezvény alkalmával? Ugye, mert hogy itt több munkát, több tervező munkáját lehet látni, ötletek, inspirációk ilyenkor tömkelegével érhetik az embert. Nagyon nagy show. Nagyon nagy show. Nyilván mindenkinek a saját munkájában a tapasztalatok. Nekem ez nagyon-nagyon inspiráló, hisz előttünk például egy ukrajnai tervező volt, és neki is lendületes, nagyon-nagyon szép kollekciója volt. Nagyon hasznos, mert betekintünk egy másik ország, vagy egy másik nemzet divat világába, de természetesen nekünk a sajátunkat kell képviselni, meg hát az egyedi tervezés az azért egy kicsit önazonos termék, tehát hogy belőlünk jön. Mi vagyunk azok, akik ezt megálmodjuk, bármelyik féltekén is élünk a világnak, úgyhogy azt gondolom, hogy kintről is nagyon inspirálódunk, meg hát ugye a nézőközönség visszajelzése, hát attól aztán megszárnyalunk, de abszolút nagyon pozitív. Említetted az önazonosságot. Hogyan látod így a hétköznapokban az emberek, mennyire mernek az öltözködésben, a divatterén önazonosak lenni? Van mit javítani, ha szabad egy ilyen szép szóval élnem, és remélem nem bántva senkit, de azért itthon, a mi közegünkben nehéz átvinni egy designer kollekciót, nehéz elhitetni az emberekkel azt, hogy légy más, ez volt a motto a kifutómon, légy különleges. Nem csak a saját tervezésű kollekciómra értem ezt, hanem hogy mi magyar nők, beszéljünk ugye a kis hazánkról, mi magyar nők igenis merjünk váltani, merjünk stílust követni, merjünk egyéniség lenni, merjünk kisugározni, merjük mutatni akár a férfi társadalomnak, akár a világnak, akár a saját pici kis közegünkben, hogy igen, viselhetek egy egyéni kollekciót, egy egyedi tervezést, nem jön velem szembe 50-szer az utcán, fel tudok öltözködni egy stílusban
tetőtől talpig, egy cipő, egy táska, egy ruha, egy kiegészítő. Tehát azt gondolom, hogy a részletek nagyon fontosak, és hát jó lenne, hogyha azért ezt felismerni a magyar női társadalom is. És ha már a férfiakat... Dobnánk, ugye? Igen. A férfiakat említetted, ők mennyire bevállalósak a divat terén? Hát igazából nekem van érdekeltségem egy vállalkozásban, ahol férfi termékeket is forgalmazunk. Most kezdődött el. Most szerintem egy generáció is, ami most történik. Tehát az új fiatalos, lendületes menedzservilág azért most már látszik. Tehát egy kicsit nem akarok senkit bántani, nehéz erről beszélni, de most már látjuk, hogy az öltöny, a szabás, az ing, a cipő, tehát azért benne van ebben a basic kollekcióban a férfiaknál is, hogy már hétköznap is szeretnek csinos ingben, jó kis nadrágban, jó kis elegáns bőrcipőben, ez most hál' Istennek elmozdult, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a férfiakra, hogy most már ők is felismerik, hogy igen, ne csak a feleségünknek legyünk, hanem mi magunk is a tükörben is, igen, legyen meg az az outfit, amire a mai trendekben szükség van. Jó ezt hallani. Na, vissza a Fashion Week-re. Igen. Mennyire törekedtek a szervezők nagy divatbemutatók mintáját követni, London, Párizs, New York, ugye, ami a divatvilág talán mondhatjuk központja. Abszolút. Hogy mennyire próbáltak a szervezők törekedni, hogy valami hasonlót hozzanak létre? A Budapest Fashion Week-et körülbelül azt hiszem, hogy a Mayer Balázs vezetésével kb. 20 éve vállalta föl. Ő is egy divattervező volt, aki már ezzel nem foglalkozik, de azokat a dizájnereket, akik nem tudnak más platformon, nincs más fórum, ahol bemutassák a kollekcióikat, ezt felvállalta, és ősszel-tavasszal ezt azóta is töretlenül, én nagyon-nagyon szeretem őt is, és a csapatát is, hisz, mondjuk meg őszintén, nincs más platform, ahol bemutassuk a kollekciónkat, és erre van igény. Végre most már teltház volt végig, sold out volt végig, végre, ezt mondtam az előbb is, hogy végre Magyarország is picit azért zárkózik a pont bevillant a Claudio Dessi show-nak a kifutója, és hát még én most is megélem ezt, hogy itt állnak a lányok előttem, csodálatos érzés, teltház volt, hogy mennyire követik, azt gondolom, hogyha egy ilyen premiért megnézünk, és mi természetesen, vagy hát hál' Istennek a fináléban voltunk, talán amiatt, hogy egyedülálló ruhacipő kollekción van Magyarországon. Tehát most ez, van ruha, van cipő, van táska, van mindenféle márka, és tiszteletben is tartom őket, de most azért ezt hadd vigyem el ezt a sikert, hogy a cipő, ruha, táska, ez az én álmaimban volt. És én azt gondolom, hogyha egy ilyen kifutóra rápillantunk, akkor igenis követik a világtrendeket. Én Milánóban voltam egy bemutatón, egy Fashion Week-en, és ott a Just Cavalli estéjén voltunk, ott volt az after party. Nyilván nem szeretnék nagy szavakat használni, de a stáb, a kifutó, a zenék, a munka, az az összhang le a kalappal előttük, úgyhogy én csak dicsérni tudom őket. Milyen alapkoncepciója van egyébként a Fashion Week-nek, és ebbe hogyan illeszkedik bele maga a Dessi? A koncepciójuk abszolút az új, az új tervezők bemutatása, hogy hogyan illeszkedik bele. Azt gondolom, hogy vannak azok a tervezők, akik különböző motívumokat használnak, vannak azok a tervezők, akik különböző sejmet, kelmét festenek, és abból van kollekciójuk. Nyilván az én kreatív világom az eltérettől, és nagyon-nagyon jó a kérdés,
Azt gondolom a lendületével, a világtrendeket követő stílusával, az anyagválasztásával, a merészségével és azzal a pozitív hangulattal, amivel egy-egy outfitbe belerakom azt a nőiességet, amivel azt gondolom, hogy meg kell változtatni egy kicsit a magyar, a hazai divattrendeket is. Azt gondolom, erre figyelt fel a Balázs. Hát akkor kívánjuk az elkövetkezendőbe, hogy minél erősebben tud te is hatékonyan megváltoztatni ezeket a szokásokat, amelyik szokások irányába talán már elmozdulunk. Én ígérem, hogy majd én is jobban figyelek magamra. Merünk merészebbek igen, lenni. Igen, kicsit merünk majd merészebbek leszni, és nagyon-nagyon sok sikert és kreatív munkát kívánunk még neked. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Is. És köszönjük nagyon szépen, nagyon köszönjük szépen, hogy itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem, és örülök, hogy egy ilyen márkabolttal, mint az Agria Plázában lévő üzletem, képviselhetem a márkát Egerben, meg hát, hogy mindig meghívtok ide, hogy ezt elmondjuk az egri embereknek is, meg hát, aki a tévét nézi, az is azonosuljon a divatvilággal. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Köszönjük szépen.